Cserpalkovics András polgármester közösségi oldalán adott tájékoztatást arról, hogy megjelent a távhőről szóló jogszabály, amely nélkül eddig nem tudta felmérni az önkormányzat a megnövekedett energiaárak intézményekre, szolgáltatásokra gyakorolt pénzügyi hatását. A polgármester felhívja a figyelmet, a kormányzati döntés értelmében a távhő ára ebben a fűtési szezonban biztosan nem változik a lakosság számára. Például egy 45 négyzetméteres újabb építésű lakás jelenleg 7000 forint körüli távhőszámlája, körülbelül 105 ezer forint lenne a jelenlegi piaci áron. Mint Cserpalkovics András írja, a most megjelent rendelet és annak mellékletei rendkívül specifikusak, feltétlen szükség van a Széphő ZRT-vel való részletes egyeztetésre. A megbeszéléseket követően elkezdik a számításokat, aztán véglegesítik a városi takarékossági intézkedéseket. A végleges döntést a közgyűlés fogja kimondani, várhatóan 1-2 héten belül. A bölcsödéket, óvodákat, bentlakásos szociális intézményeket és rendelőket mindenképpen működtetni szeretné az önkormányzat. Ünnepélyes keretek között avatták fel II. Rákóczi Ferenc vitézlő fejedelem emlékművét. A Béri Balog Ádám baráti kör kezdeményezésére, valamint a Honvédség és Társadalom baráti kör és Székesfehérvár megyei jogú város közreműködésével létrejött alkotás mostantól a Rákóczi úton várja a látogatókat. Az emlékművön olvasható Cum Deo pro Patria et Libertate, vagyis Istennel a hazáért és a szabadságért jelmondat ma is aktuális értékeket közvetít. Istennel a hazáért és a szabadságért a magyarság szolgálatában. Ez így együtt az a fontos üzenet, amit Rákóczi Ferenc élete és tettei üzennek nekünk, a mának. És ma itt a Rákóczi úton egy szobrot állítunk Rákóczi fejedelemnek, Nagy Benedek szobrászművész gyönyörű alkotását. És tesszük ezt azért, mert ezzel is szeretnénk nyomatékossá és hangsúlyossá tenni azt az üzenetet, ami itt is olvasható. Október 1-e a merrák elleni küzdelem világnapja. Székesfehérváron hagyományosan minden évben közös sétával hívják fel a figyelmet a betegség elleni küzdelem és a szűrővizsgálatok fontosságára. A merrák jól gyógyítható, minél korábban fedezik fel a mammográfiás szűréseken, minél kisebb a daganat, annál nagyobb az esély a gyógyulásra. Egyre inkább érintett a fiatal, a 30-as korosztály, az önvizsgálat számukra is ajánlott. Nagyon örülök neki, hogy itt a rengeteg probléma közepette is az emberek erre időt, energiát fordítanak. Itt vannak a sportolók, itt vannak a nyugdíjas klubok, itt van nagyon sok fiatal anyuka, kisgyerekkel, kislányok, akik már erről egyáltalán hallottak. A mai világban most nem erről beszélünk a leggyakrabban, de nagyon jó lenne, hogyha komolyan vennénk ezt a kérdést, akinek van behívója, elmenne a szűrésre, mindenki elvégezné az önvizsgálatot, és akkor nem kellene feleslegesen meghalniuk nőknek és férfiaknak. A székesfehérvári hotel Magyar Király adott otthont a 25. alkalommal megvalósuló országos személyzeti továbbképző konferenciának. A jubileumi rendezvényen szó esett többek között különböző szemdiagnosztikai és terápiás eljárásokról, a szemsebészet fejlődéséről, a genetika jelentőségéről, valamint a szemtumorok kezelési lehetőségeiről is. A technikai és az operatív beavatkozások minőségi technikai feltételei fantasztikusan javultak. Azt gondolom, hogy a jelen helyzetben ezeket az eredményeket, amiket mi produkáltunk a kollégáimmal, úgy gondolom, hogy méltó arra 25 év után, hogy összefoglalva erről eredményeket tájékoztassunk. Maga a rendezvény pedig úgy gondolom országos rendezvény révén nagyon fontos kiemelni, hogy mind a 4 szemklinika képviselteti magát előadásokkal, és a szakma területéről nagyon érdekes témákat válogattunk össze. Több száz zarándok érkezett Székesfehérvárra szombaton. A régi hagyománya a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének, hogy október elején a magyarok nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódóan tartanak egy zarándoklatot. Idén az aranybulla évforduló miatt választották úti célul Székesfehérvárt. A hívek nem csak az ország egész területéről, hanem a határainkon túlról is érkeztek. Egyrészt egy találkozási hely, másrészt pedig imádkozunk. Imádkozunk a nemzetért, mindig a nemzetért ajánljuk föl, de most sajnálatosan aktualitása van azért, hogy a békességért imádkozunk, nem csak belpolitikai szinten, hanem külpolitikaiak is, hiszen a nemzetért való imánk az egy nagy egységbe ágyazódik bele, abba, hogy béke legyen körülöttünk is. Így tehát a békéért ajánljuk föl ezt a zarándoklatot.
Hagyományosan zenés gála műsorral köszöntötte a város szépkorú lakóit Székesfehérvár önkormányzata. Az idősek világnapja alkalmából minden évben október 1-én szerveznek szórakoztató programot a szépkorúaknak. Idén Váradi Eszter Sára és Keller János operett műsorral ajándékozta meg a közönséget, és a székesfehérvári ifjúsági fuvolzenekar előadását is hallhatták az ünnepeltek. Nekik köszönhetünk mindent. Ők építették a várost, ők tartották egybe a családokat, ők nevelték fel a gyermekeket, segítenek ugyanebben a nevelési folyamatban az unokák, dédunokák esetében, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a minimum, hogy évente egy róluk szóló nap keretében őket ünnepeljük, és nekik egy olyan kis másfél órás műsort adjunk, amivel ők jól érzik magukat, hiszen azokkal a dalokkal, énekesekkel, művészekkel találkoznak, akiket kedvelnek, akiket szeretnek. Szórakoztató, inspiráló előadások, kísérletek, laborbejárások és játékos programok, mindezeken vehettek részt pénteken a kutatók éjszakája látogatói. A tudományos fesztivált egyébként 2006 óta rendezik meg Magyarországon, ahol idén több mint 150 intézmény mintegy 2000 programjából válogathattak az érdeklődők. Az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki karán volt intelligens repülőlabor, pneumatikus játszóház és drónbemutató, de a székesfehérvári kötődésű Genesis Motors elektromos motorbicikliainek fejlesztésével is meg lehetett ismerkedni. Az elektromobilitás az elég nagy hangsúlyt kap mostanában mindenre, hát nyilván az elszabaduló energiaárak miatt egyre többen válasszák az elektromos közlekedést, és ebből a szegmensből is az úgynevezett mikromobilitás, ami szédületes módon fejlődik, mert hogy a városokban lassan élhetetlen lesz a környezet, tehát akár egy elektromos autóval is nehéz bemenni, hogyha dugó van. És ezért a rollerek, a motorok, meg az összes többi, ami két keréken gurul és könnyű, meg elektromos, az nagyon-nagyon-nagyon megy mostanában. Immár 10. alkalommal rendeznek Superfight Series Hungary gálát Székesfehérváron. Az ország legnagyobb 2018-ban életre hívott K1 és Muay Thai küzdősport gálája tehát a koronázóvárosban jubilál. A Köfém sportcsarnokban szombaton este 15 mérkőzést izgulhat végig a közönség, amelyből 6 nemzetközi összecsapás lesz. Az elmúlt gálákon szerencsére azért a magyar győzelem az dominált. Én azt gondolom, hogy most is kell, hogy domináljon, úgyhogy mindenképp győzelmekre számítok a magyar harcosoktól.